Sziasztok! Ma megérkezett az SBS-től a csomag, nézzük meg, hogy is szállítanak ők. A megrendelt karácsonyi akcióba megérkeztek a csalik, lássuk, nyissuk ki a dobozt együtt. Nézzük, mit fejt a doboz. Szépen becsomagolva, minden úgy, ahogy kell. Csúcs szuper. Üdvözlőkártya Zoltántól. Mindig valami kis kedvesség van a dobozban. Hát, a számla is. Mindet raktam a dobozba, nézzük, hogy néz lesz ki. Ide bal oldalra eltettem félre ezeket a termékeket. Ezek nem az enyémek, ezt édesapámnak és öcsémnek rendeltem. Jobb oldalt vannak azok a termékek, amiket magamnak rendeltem. Kezdeni is mindjárt a PVA bag mix-el. Ez egy fishmeal, azaz halas ízesítésű bag mix. Ezt nagyon szeretem, ez a nyári hónapokban, kora tavasztól késő őszig, ez nagyon jól működik. Van még egy. Ezt a fishmeal-est, az M1-est és a Scopex-est próbálgattam, mindhárom nagyon jó. Illetve próbálgattam a Fluoro Naturalt, nálunk sok a ragadozó, és nem tudom miért, ezt a halas nem annyira, de arra nagyon kapnak. Hát most már tavalyi újdonságnak számít, ez a tonhal fekete bors. Ebből rendeltem egy pasztát, amihez kértem még egy pop-upot is. Ez nem az. Akkor ő lesz az. Igen. Ezt az idei évben mindenféleképp szeretném kipróbálni ezt az új ízt. Ezt úgy szoktam, amikor van új íz, hogy például egy passzoló etetésre fogom rádobni, egyik végszerelékemre ezt fogom feltenni. M1-es etetésre, vagy észlopbornos etetésre egy bottal fogom próbálgatni, úgyhogy az aktuális boilerre ráteszem ezt a pop-upot és a pasztát, így valószínűleg ki fog derülni az, hogy mennyire fogós ez az új csali. Szerintem nagyon ígéretes ez az új ízesítés. Premium pop-up grill halibut. Grill halibut, ez az egyik, tehát nem az egyik, hanem a kedvenc boilim az SBS-től. Nyári hónapokban iszonyat eredményeket lehet vele elérni. Shellfish koncentráte. Sűrített kagyló. Ez is egy fluoro pop-up. Az Eurostar szériában van ez az ízesítésű boili formában megtalálható ez az ízesítés. Tavaly évben kipróbáltam, hát ősszel nekem rengeteg halat adott. Rengeteget, nagyon tetszett ez az ízvilág. A következő, Plum Shellfish, ez szilva kagyló. Ez most egy volt fent a webshopban, nem szoktam vele találkozni. Tavalyi évben ezt az ízesítést, ezt a szilva kagylót vásároltam CSL folyadék formájába az SBS-től. A sima kagylós Eurostar boilira locsoltam. És ez nekem nagyon bejött, ebből kettőt vettem. Majd megpróbáljuk bagbe is, hogy működik. Illetve ebből rendeltem 16 mm-es főzött boilit. Van belőle még egy, itt kell lenni. Ez egy tavaszi kis túrára, rövidebb túrára, ilyen másfél, max. Két napos túrára tökéletes lesz. Hát a PVA begezéshez az eurós
pop-upból ezt a 14 mm-es squid octopuszt. Hát ebből rendeltem bőven 5 dobozzal. Ezt egyszerűen imádom. Nagyon jó, főleg hogyha még a shellfish koncentrát, azaz a koncentrált kagylós dipbe mártogatom. Ami tavaly nekem borzasztóan bevált még, ez a PVL folyadék, ez lemon orange, azaz citrom narancs, ebből kértem egy literes utántöltőt. Ezt egy M1-es pellettel, és ez a citrom narancsos fluoro pop-up-pal 10 mm-essel, nagyon sok halat fogtam vele. Illetve még egy nagy kedvenc itt, az Ace Lobe van. Ebből kértem egy főzöttet, és kértem belőle egy oldódót is. Ebből van itthon spot juice-om, boily wafterszem, pop-upom, pasztám, dípem. Ez tökéletes lesz egy kisebb túrára ismételten. Itt pedig a peach, ez is egy PVA tasakhoz való folyadék. Persze azért ezt lehet ám boilira is locsolni. Vettem ebből pop-upot, tehát ez 14-es és 10 mm-es fluoro pop-up formájába próbálgattam bagbe. Nagyon jó fogásokat értem el vele. És végül a Dark Fireflies Squid Octopus ízesítésű. Ezt már nagyon várom, hogy kipróbálhassam. Ez szerintem egy iszonyat jó termék. Meglátjuk, mit hoz. Hát vannak itt a grip tip horgok, ez 6-os és 8-as méretbe rendeltem. Az édesapámé lesz, ezek a kisebb horgok. Illetve azt mondja, hogy ő neki rendeltem még, csak sikerült még is összekevernem. Ebből a C1-ből, ez ugye a tigris magyaró vajkaramella ízesítésű. Ez a Premium Mini Pop-up. Ezt ugye féderes technikához. Illetve neki kértem még ezt az M1-es Premium Pop-upot. Ez 10-12-14 mm-es van egy pohárba. Ez is egy nagyon jó termék. Aztán öcsémnek kértem ezt az M4-es Premium Mini Pop-upot, ezek 8 mm-esek, májas ízesítésű, ez is féder technikához egy igen kiváló termék. Aztán van a Mini Method Pop-up, ezek kimondottan féderhez van, ez Strawberry Jam, azaz Eperlekvár ízesítésű. Ez is öcskösé az Euro Star szériából a frankfurti kolbászos 14 mm-es kis pop-up. Ez is egy nagyon jó termék. Ez még az enyém. Ez a fluoro pop-up garlic, azaz fokhagyma ízesítésű. Ez 14 mm-es. Ezt több célúan használom. Hóemberként is, bagbe is. Nagyon jó. Főleg az őszi időszakban adott nagyon sok halat. M2-es, azaz halas vértisztes Premium Boily Wafters. Ez szintén öcskösé. M4-es májas. Nagyon szereti a májas ízt. Kicsit olyan megosztó a májas, de van, aki szereti, van, aki nem. És ez is az övé lesz, ez egy Krill Hollywood Premium Boily Wafters. Nos, ez az én kedvenc boilym, de ez is az övé.
nyári hónapokban nagyon kimagasló eredményeket lehet vele elérni. Hát gyakorlatilag ennyi volt a csomag tartalma, magas minőségű prémium csomagolás, egy nap alatt megérkezik. Gyakorlatilag én ezekkel a termékekkel maximálisan meg vagyok elégedve. Ajánlom nektek is, hogy próbáljátok ki. Sziasztok!